Ez a Beautiful. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a 2020-as legrosszabb olvasmány élményeim. Vagyis a mai videóban a 2020-ban olvasott legrosszabb könyveket fogom bemutatni, ezt igazából azért neveztük el legrosszabb olvasási élménynek, mert alapvetően az egy dolog ugye, hogy nekem nem tetszett, tehát nekem rossz volt az élményem velük, ettől még nem feltétlenül rossz a könyv. És az ilyen videók előtt általában el kell mondani az ilyen disclaimeröket, hogy ez csak az én véleményem, bla 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 bla, de ezt most nem fogom, mert ezt jó pár videóban mindig elmondom, és már fáradt vagyok, hogy ezt mindig el kell mondani, szóval igen, én véleményem. Nem kell senkinek magára vennie. Ezek a könyvek most nem jöttek be, de ennyi. A helyzet egyébként az, hogy ezt mindig 5 könyvvel csinálom. És általában könnyebb dolgom van kiválasztani az 5 legrosszabb könyvet, amit olvastam, vagy az 5 legnagyobb csalódást az évben. De a helyzet az, hogy 2020-ban pont nem sikerült olyan sok rossz könyvet kifognom, tehát ezt a 2020 legjobbakban is elmondom, hogy ott is nagyon nehéz dolgom volt, mert nagyon sok jó könyvet olvastam, és itt is nehéz dolgom van, mert nagyon kevés rossz könyvet olvastam. Úgyhogy igazából, hát hogy őszintén szerintem egy könyv van, amire te meg azt tudom mondani, hogy kb. Utáltam, de még az is kicsit erős szó rá, mert azért nem volt olyan szívből jövő gyűlöletem egyik iránt sem, mint mondjuk a tavalyi évben, ha valaki emlékszik a Shadow Year iránt, azt a könyvet rüheltem. De idén nincs ilyen, úgyhogy a legtöbb könyv, ami ebben most benne lesz, azok olyanok, hogy jóra számítottam, rossz lett, vagy másra számítottam, és nem azt adta, szóval inkább tényleg ilyen kisebb csalódások ezek most, mint olyan hatalmas, nagy, abszolút, 5 csillagra számítottam, 1 csillag lett, tehát hogy ez most nem egy olyan nagyon durva skála lesz. De akkor kezdem is, hát az első könyv most itt sorban, ahogy vannak, nem... A sorrendet nem az határozza meg, hogy melyik mennyire volt rossz, hanem random, ahogy összeszedtem a polcokról. Na most az első, az pont nem egy olyan hű, de nagyon nagy rossz könyv. Ez Jenny Colgan-től a Találkozunk a Cupcake kávézóban, azt hiszem ez a magyar címe, mert ez le van fordítva. És Jenny Colgan-től én tavaly olvastam egy másik könyvet, mármint tavaly előtt, és azt tetszett, az 4 csillagos volt, ez azt hiszem 3 csillagos lett a végére. Egy elég vaskos könyv, és amúgy ezek ilyen csiklit, limonádé könyvek, Jenny Colgan-nek ezek a romantikus könyvei, és gondoltam, mikor ezt olvastam, hogy ez is egy ilyen csiklit limonádék. Az. Hülyeséget mondok, ez az. De ennek a sztoria nem fogott meg annyira, mint a másik. Ebben nagyon nekem kevesebb volt a csiklit romantikus rész benne, meg az ilyen cuki, bájos rész benne, és nagyon sok arról szólt, hogy ez a saját biznisz alapítás hogyan folyik, és hogyan történik meg, és túl sok ex volt benne, tehát hogy nagyon sok olyan dolog volt ebben a könyvben, ami szerintem nem kellett volna bele, és hogy egy kicsit többet kapok a fluffy romantikus részből, akkor mindjárt ugrik egy csillagot ez a könyv, és nem kerül most bele ebbe a videóba. De alapvetően tényleg ezt most azért mondom ide, mert én csiklitebb könyvre vágytam, amikor ezt olvastam, és ez nem hozta azt a szintet. És tényleg nagyon sok idő és oldal elment azzal, hogy a kávézónak a működtetéséről beszélünk, és a romantikus szál, az igazi romantikus szál az utolsó 20 oldalon, ha történt, és így ez kiakasztott kicsit. Tudja már előre az ember, hogy a 100. oldalon, hogy ki lesz a romantikus kapcsolat, de még 500 oldalt kell olvasnia, hogy az beteljesüljön, vagy egyáltalán jel legyen, hogy az be fog teljesülni, és ez kicsit azért idegörlő volt. Következő, na igen, ez egy kicsit rosszabb értékelést kapott. Ez a Beautiful Creatures, a Lenyűgöző Teremtmények Margaret Stohl-tól és Kami Garciától. És ezt a decemberi összegzésemben elmondtam, hogy ez nagyon nem jött be. Nem mondom, hogy ez meglepett egyébként. Ez egy ilyen nagyon tipikus romantikus szenvedős sztori kicsit. Azért szenvedős, mert ez a se veled, se nélküled folyamat elég rendesen benne van, amitől én kiakadok. Tehát, hogy ez a varázserős kiscsaj főszereplő majd lehet sötét varázslóvá változik, és úristen, de nem biztos egyébként, tehát hogy ez nincs kőbevésve, és akkor ott van a halandó fiú, és ők nagyon szerelmesek, de inkább maradjunk távol egymástól, mert úgyis gonoszszá változok, de nem fogsz gonoszszá, de igen, de nem. Ettől kiakadok. És azért nem fogom folytatni ezt a sorozatot, egyébként 2,5 csillagra értékeltem a végén. 2 volt, de aztán föl kellett nyomnom féllel, mert volt rosszabb könyv, amit olvastam ettől. És nem lehettek egy csillagozásom. És a folytatás is, én amennyit tudok a folytatásról, az csak fokozódik ez a se veled, se nélküled szenvedés, a romantika, vagy a szerelemért szenvedés, és de tényleg ettől a farmászok. De kipipáltam legalább a listámról ezt a Beautiful Creatures-t is, úgyhogy szabad vagyok, nem fogom folytatni. Igazából az első 200 oldalon még úgy haladtam, szóval erre sem tudom rámondani, hogy utáltam. Mert az első 200 oldal megfolyott, csak az a baj, hogy ez a könyv túl hosszúra lett nyújtva. Túl sokáig tartott, és túl keveset tudtunk meg a sok-sok oldalon keresztül, tehát hogy igazából a maradék, az első 200 oldal az úgy jó volt, és haladtam, és a maradék 3-400 oldalon meg nagyon szenvedtem, hogy jó, haladjunk már, mert már ez nem érdekel, ez a felesleges szenvedés. És főleg az, hogy a könyv egyik legnagyobb problémája az volt, hogy senki nem mondott el senkinek semmit. És amikor ez a fő motivációja a cselekménynek, az idegesítő. Mert tudod, hogy ha mondjuk Lenának a nagybátyja egy kicsit több infót adott volna ki, akkor egy másik konfliktus elkerülhető lett volna. De nem, mert nyilván valaminek hajtania kell a cselekmény motorját, ami a kommunikáció hiánya a legtöbb esetben. Vagy az információ hiány, amit egyébként valaki ki tudna adni, de nem teszi. És ezt sose fogom megérteni. Igazából nem lepődtem meg, szóval valamennyire szerintem számítottam rá, hogy ez ilyen lesz. De azért kicsit sajnálom. Jön a következő. Ez Beth Morrey-tól, az igaz szerelem nem öregszik. Na most ez megint tipikus példája annak, hogy nem volt egy rossz könyv, vagy nem volt egy utálomkönyv, de más volt, mint amire számítottam, mást hozott, mint amit szerettem volna éppen olvasni, vagy mint amit gondoltam, hogy történni fog. Mert például hát a fülszöveg az olyan, hogy túl sok mindent nem tudsz meg az alapján, és nyilván gondol valamit az ember, hogy mi fog benne történni. Én is gondoltam valamit, nem jött be a számításom, úgyhogy ezért csalódott voltam a sztori miatt, de ez inkább az én hibám, mint sem a könyv hibája. Ebben egy idős, öreg hölgy napjait nézzük végig, azzal párhuzamosan a múltját, és végül is arról szól, hogy egy bezárkózott öreg hölgy, idős hölgy kitárulkozik a világnak. Ami tök jó, csak ahogy ez meg volt írva, az nekem nem feltétlen jött be. És igen, én egy ilyen aranyosabb, öregkori románcra számítottam, hogy a hölgyike elvesztette mondjuk a férjét, és találkozik valami idős lovaggal, vagy nem tudom, tehát értitek, mire gondolok. És nem ez volt a könyv. De amúgy meg abszolút jó, hogy tényleg nem az volt, hogy valami pasit talált magának, hanem itt saját, az életében talált örömöket. Tehát ebből a szempontból tök pozitív a könyv tanulsága, de amúgy meg nekem amúgy nem tetszett. Ha így érthető, tehát hogy nem arra számítottam, amit kaptam, és amit kaptam, az sem feltétlen teljesen olyan formában, amiben tetszett. Úgyhogy ezért került ez a könyv is bele ebbe a listába. Szóval ez nem egy utáltam könyv volt, hanem tényleg csak kicsit csalódást okozott. Aztán van itt még egy ilyen, ez Bauer Barbarától, a fényfestő. De egyébként a helyzet az, hogy az első két könyv, amit mutattam, az nem recenzióba kapott könyv volt, a második, az utolsó három meg az lesz, vagy hát a maradék, az recenziós. És én ezt azért kértem be, mert bár ugye ez ilyen történelmi fikció, olyan szép volt a borítója, meg úgy voltam vele, hogy kicsit néha szeretek más műfajok felé is úszkálni, mint csak a fantasy meg a middle grade. És olyan érdekesnek tűnt, mondom, próbálkozunk meg, történelmi romantikus regény talán a kategorizálása. Mondom, jó lesz. Jó is lett volna egyébként. A feléig tetszett. Tehát a feléig amúgy egy ilyen 3,5-4 csillagos könyvnek simán elment volna, vagy egy stabil 3-nak. De lehet így is 3-at adtam neki. Tehát ugye a között mozgott. Nekem az volt a problémám, hogy ez végül egy 300 oldalas könyv lett. És az utolsó 100 oldal nem kellett volna, tehát az utolsó 100 oldal az abszolút ilyen rétes tészta nyújtás volt, hogy még felesleges jeleneteket pakoltunk bele, amik nem kellettek volna, mert az olvasó körülbelül 20 oldal után tudta, hogy ennek a könyvnek mi lesz a vége, és mi lesz a nagy csavar, ami kiderül, és ezt nem is feltétlen tartogattuk a végéig, tehát igazából rá lehetett jönni, mert a végén se volt kimondva, tehát igazából az olvasó egy ponton így is úgy is rá kellett, hogy jöjjön magától. De az a helyzet, hogy tényleg ott a 200 és 300 oldal között olyan jelentekkel volt telepakolva ez a könyv, amik felesleges időnyújtásra voltak. És azon a ponton lettem ideges, hogy haladjunk már, mert ez senkit nem érdekel, és mindenki tudja, hogy ez csak az idő húzás. és jussunk már a lényegre. Ez a könyv most ezért került bele. Tényleg az utolsó 100 oldal, de a felé így még mondtam is, hogy tetszik. És jött az utolsó 100 oldal, és ott ideges lettem, hogy még mindig húzzuk az időt felesleges dolgokkal. És nem szeretem, ha felesleges dolgokkal húzzuk az időt. Ami a történethez külön nem ad hozzá semmit. Csak úgy van, hogy teljen az idő. Az úgy nem kell bele. Pedig amúgy jó lett volna. Na és az utolsó könyv, és hát erre sajnos nem tudom azt mondani, hogy mind az eddigiekre, hogy így volt benne, ami tetszett. Mert ebben nem volt. Ez pedig Martin Kay-től az Eastern. És ezt azért sajnálom, mert én teljesen rákészültem, hogy nekem ez a könyv tetszeni fog. Voltak fenntartásaim, igen, de úgy voltam vele, hogy azért adok neki egy esélyt, mert látom benne a fantáziát, és jónak tűnik, és nagyon sokan szeretik, úgyhogy hát nekem is tetszeni fog. De nagyon már előttem. Ami sajnálatos. De hát ez van, nem tudok vele mit csinálni. Ami problémám volt vele az, hogy rengeteg műfaj ez a könyv, és úgy csak így ugrálnak be a műfajok, és az olvasó nem érti, hogy egyes műfajok mit keresnek itt, tehát túl sok volt abból. A szereplőket kb. Nem érdekeltek igazából, tehát se nem gyűlöltem őket, se nem szerettem, csak úgy voltak, és így nem érdekelt, mi történt velük, mi történik velük. A sztori is ugyanilyen volt, hogy igazából nem szippantott magába, nem érdekelt, hogy mi történik. A szereplők motivációja is nekem olyan volt, hogy mivel már eleve nem váltottak ki belőlem érzéseket, a motivációjuk is olyan volt, hogy nem érdekel, mit csináltok és miért. A szerelmi szálat hagyjuk. Az, hogy a kis csaj örökösen meg kellett menteni, pedig elvileg Bedesz, az abszolút elrúgta nálam a pöttyös, tehát hogy ez annyira ilyen kamu marketing, hogy azt mondjuk valakire, hogy ő Bedesz csak azért, mert lány is egyedül él egy ideig. Aztán jön egy pasi, és annak mindig meg kell menteni, és hirtelen elfelejtjük, hogyan kell harcolni, tehát hogy ez abszolút olyan nekem, hogy nem. És egyébként Yukót a végére abszolút megutáltam. Tehát az elején nem érdekelt a karaktere, aztán megutáltam, mert egy hisztis kislány volt, hogy szépen fogalmazzak, szóval. Vajk meg... Fú, hogy mindig, hogy jaj, Yukó, jaj, meg kell menteni, jaj, szegény, nem tud magára vigyázni. Ami tény, nem tud magára vigyázni, de azért nem tudott magára vigyázni, mert kellett az, hogy valaki megvédje folyamat. A sztori szempontjából, vagy gondolom, vagy nem tudom. Tehát, és itt látjátok szerintem, hogy tele van cetlikkel. Ezek nem tetszős idézetek, meg ilyenek egy ideig. 100 oldal után, 100 oldalig próbáltam tartani magam, hogy jó lesz, aztán 100 oldal után elkezdtem cetlizni a problémáimat, aztán elfogytak a cetliaim, és úgy voltam el, hogy hagyjuk, csak érjünk a végére. Szóval ez számomra így egy nagyon nagy mellélövés volt. Ami pozitívumot ki tudok emelni ennél a könyvnél, az a kivitelezése, mármint külsőleg, és az illusztrációk. Meg egyébként, ami még egy kicsit nekem ilyen meglepetés volt, én arra számítottam, hogy ez ilyen manga és western összegyúrva. És én arra számítottam, hogy a manga része az abban fog kimerülni, nem csak abban, hogy néha van egy-egy ilyen manga stílusú illusztráció, mindjárt keresek, tehát nem ilyenre számítottam, hanem itt a végén egy ilyen epilógus-szerűségként van 3 oldalnyi ilyen képregény dolog benne. És én azt hittem, hogy egy-két jelenet így lesz megoldva, és úgy lesz manga western könyv összegyúrva. Nem ez volt, és egyébként, hogyha van benne több olyan, mint az epilógus, ez a képregényes rész, akkor lehet sokkal jobban tetszett volna a könyv, mert nagyon sokszor egy-egy csatajelenet például rohadt hosszúra volt benne nyújtva, feleslegesen hosszúra, és tehát kvázi, mintha egy akciófilmet néznél, csak az a probléma, hogy az akciófilmnél nem csak azt látod leirogatva, hogy puff-puff valami, hanem látod, és könyvben a nagyon hosszú akciójelenet nekem nem fekszik. De például képregényként meg sokkal jobban ki lehetett volna szerintem vitelezni, de mindegy, szóval ez nekem, ez volt a legnagyobb mellényúlásom idén, tavaly. De ez tényleg nagyon. Amúgy, ahogy végignézek a kupacon, rá kell jönnöm, hogy igazából mindegyik romantikus könyv egy ponton. 4 abszolút romantikus, és ez az Eastern is valamennyire az, úgyhogy... Ez lehet elárul valamit az ízlésemről? Nem tudom. Vagy arról, hogy mennyire félre tudok nyúlni az ízlésemben belül. Nekem most akkor ez a top 5-ös legrosszabb könyvek 2020-ból listám, de tényleg mondom, hogy ez nem egy olyan nagyon szélsőségesen rossz könyvekről beszélek itt, tehát a legtöbb, ami ebbe belekerült, azért került bele, hogy kisebb csalódás volt, de nem olyan hatalmas nagy. Az Eastern volt tényleg a legnagyobb csalódásom. Igazából az volt a legrosszabb, mondjuk akkor így. De mint láthatjátok, nem fakadtam ki annyira, mint mondjuk a Shadow Year-nél, úgyhogy annyira kriminálisan rossz egyik se volt. Kommentben hagyjátok lent, hogy nektek mik voltak a tavalyi évben a legnagyobb csalódásaitok. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, találkozunk a következő alkalommal!